Indulhattak volna többen is a szekszárdi Szemrei Leventére veszélyes hazai közép- és hosszú távfutók közül a 10.000 méter idei országos bajnokságán. De nem tették meg ilyen-olyan okokból. Talán azért sem, mert látva az ő formáját, eredményeit, a kenyai edzőtáborozástól is remek előálló képességét, nem igazán adhattak esélyt maguknak a 10.000-es táv címvédőjének legyőzésére. Szemerei újabb győzelmei aztán egyáltalán nem forgott veszélyben az idei OB-n. Már fél távnál eldőlt javára a verseny. Éppen ezért dicséretes, hogy a magyar válogatott szekszárdi atléta úgy tudott futni jóval 29-30 másodpercen belül egy nagyszerű 29-24-et, hogy nem voltak még jobb teljesítményre sarkaló ellenfelei. 5000 méternél szerintem már volt 100 méter előnyöm is, abból a végére lett egy ilyen 160-180 méter. Próbáltam az órát nézni, egy Csillag Balázs kísértel a versenyre. Edzőm Szőke Gergő sajnos Győrbe volt egy másik versenyen, korosztályos versenyen. Balázs próbált segíteni, ő mondta a körönkénti időket, és akkor úgy második fele lett a gyorsabb, második 5000 méter. Még mindössze 21 éves, a 3000 métertől a 10.000-ig több számban is remeklő Szemerei, akinek már ez volt rövid időn belül az 5. országos bajnoki címe. Annyira sokoldalú és összetett tehetség, ráadásul későn érő típus, hogy nem lehet megmondani, melyik számba lesz képes a legtöbbre. Felettébb érdekes módon a maratoni táv, az utcai futóversenyek is hirtelenjébe képbe kerültek nála. Maratont is majd szerintem azután szeretnénk elkezdeni, majd hogyha tudok 28-30-on belül futni 10.000 métert, esetleg 13-40-en belül 5.000 méteren, mert az egy gyorsaság is kell maratonhoz, kell a jó állóképesség is, meg a gyorsaság is. Olyan értékeket mutattak ki nála, ami tipikusan a félmaratoni és maraton futóknál jelentős. Úgy látom, hogy az edzésmunkát is bírja, tehát nyilván ez párosul egy mennyiségi munka. Ezt el kell bírni fejbe is és fizikálisan is. Jó alapjai vannak, hiszen 9 éves kora óta folyamatosan dolgozik. Mindig apránként pakoltunk egy picit, tehát neki kiskorában már az volt a cél, hogy felnőtt futó váljon belőle, ehhez viszont az kell, hogy ne kapjon olyan csúcsterhelést fiatal korában, hogy akár lelkileg, akár fizikailag ez megviselje. Úgyhogy ez egy összetett dolog, hogy arról beszélünk most, hogy akár Levente lehet az ország legjobb hosszú távfutója. Nem dobta még el magától a 3000 akadályt, ami még tavaly a legfontosabb volt számára. Ám ott akadt egy hazai legyőzője a kecskeméti Palkovics István személyében. És van egy szakmai oka is a váltásnak, a gáttechnikában való előrelépés lehetőségének problematikája. Sosem úgy alakult, sosem szerettem annyira az akadályt, így a hosszabb távok mindig jobban érdekeltek, főleg az utcai verseny. Semmiért gondolkoztunk el, hogy akkor azt csináljuk, amit szeretek is csinálni. Edzője Szőke Gergő is javasolja az amerikai egyetemi ösztöndíjat, amire nagyon jók Levente esélyei, már az intézményt is kinézte magának, a kiutazás akár már jövő év elején megtörténhet. Ez az Austin Egyetem, Texas államban, ez az államszékhely, tehát itt van a legnagyobb presztízsű egyetem is, Amerikában a top 25-ben van. Sportot tanulsz, vagy gazdaságot a nappalin? Azt még nem választottam ki, és az első két évben még rá is érek, hogy eldöntsem, hogy mi érdekel majd később. A futás az egyéni sport, de csapatban űzve sokkal jobb eredményt lehet kihozni, úgyhogy én nem bánnám, hogyha Levi megpróbálna ezt az amerikai egyetemet, hiszen ő neki gondolni kell arra is, hogy mi lesz, hogyha majd nem fog futni, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy esetleg diplomát szerezzen. Egyébként 10.000 méteren olyan magas a kvalifikációs szint, hogy 2023-ra a budapesti VB-re ez még nem jöhet össze neki. 2024-re a párizsi olimpiára talán, bár más számban, például 3000 akadályon szerezhet kvalifikációt a hazai VB-re. Majd a 2024-es olimpián eldől. Nyilván múlik azon is az egyetemen, mit tudok fejlődni, milyen távra készítenek fel, milyen alapokat kapok továbbra is. Ott majd eldől, hogy 10.000 vagy maraton. De a 2028-as olimpián mindenféleképpen már maratonon. A 10.000-nél a nagy cél minél közelebb kerülni egy régi, szakállasnak mondható magyar csúcs a 28 perc 1 másodperchez, ami még Káldi István nevéhez fűződik. És ez a 29-24-es időeredmény, amit most egyedül futott a 10.000-es országos bajnokságon, azért ez most kinyitott új kapokat, tehát följogosít minket, hogy azon ábrándozzunk, hogy esetleg a Levente majd világversenyen 10.000 méteren, vagy akár majd később maratonon rajthoz állhat.